fish. No, I really don't. Do you want me to get my dick out again? But I don't think Hank Dunham this way. No, megnézzük már, hogy hogyan fejlődik a mi kis veteményes, nagy takarmány, és nagy egész szántóföldünk. Na nézzük, hogy na itt éppen, hú, hát teli van gazzal, mondtam Rózaéknak, hogy ezt még tegnap gyomlálják ki teljesen, aztán sehol kalács, sehol kifli, hát te, hát mi ez, hát teli van gazzal, hát te azt hiszem, hogy itt a kukoricát ültettünk volna, egyszerűen a kukorica lett volna, tocsok, állunk a pocsolyába, a vízbe, hát mondtam, hogy csak permetezve kell ezeket a növényeket locsolni. Csak szépen permetez, a vízpermet. Állok itt a tócsa. Hát tiszta tócs itt az egész. Remélem a víz nem jutott el a malacbódig. Hát ha eljutott a malacbódig, hát nem már meg, ameddig tocsogunk itt a vízbe. Itt aggregátor mellett olyan, hogy bel megráz minket az áram, hát felrobban minden. Hát mi ez? Hát mi ez, Isten? Hát mi ez már komolyan mondani? Hát itt semmit sem lehet senkire se rábízni. Hát mi? Mondtam, hogy a hulladékokat, meg ilyesmiket, az nem ide kell tenni. Hát mi ez, hogy kijön itt a munkaügyi védelem, meg minden, meg leszünk baszva? Mi a faszom ez? Hol vagyunk? Hát nem látok már. Mostanság ebben az időskorban annyira jó. Hol? Cap? Hol vagyunk? Itt nem szabad megállni. Menj tovább, itt nem szabad megállni. Hát autópályán kellős közepén vagyunk, az autópálya kellős közepén. Valaki belénk jött! Nem számít, hol vagyunk? Ne, Harry! Ne fej, drágám! Elbeszélgetek ezzel a kedves úriemberrel. Uram! Normálisan viselkedjék már. Én csak meg akartam nézni, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk valahol. Mondja már meg, uram, mit akar? Miért? Neki ment a kocsimnál elszenverve, alig kapok pénzt a munkáltatótól, mert minden, hát nekünk is elszenverve, azt komolyan mondom, én nem izél. Hát néptáncolsz, hogy mit ugrálsz itt nekem kellős közepén? Harry, szállj be a kocsiba, megyünk drágám, menjünk innen drágám. Jaj, viszik a fát, nekünk is jó el kéne egy-kettő tuskót, harag, cölöp kerítésként, mert minden, itt paradicsom lugasként belevernénk, nem? Jaj, Harry, drágám, úgy megijedtem, én is kis. Hát sziasztok, Gate 5-5. Hello. It's a next episode. Megyünk Kratoshoz, csak hát, hogy azt nappal lehet ugye ezeket elvégezni, ezeket a dolgokat. Szóval, már hajnalottán, mert minden 6 óra, akkor mi már ott fogunk lenni Kratosnál, és várni fogjuk a küldetését. Sziasztok. Ifjú padawanok. Egyébként itt egy random event-nek lennie kell, és van is. Hoppá, egy kicsit így. Nagyon elsértettem itt a dolgokat, mert minden, mondom, ezért jövök erre, mert erre a random eventre én emlékszek, hát hogy vagytok egyébként, láttatok az új Walking Dead részt, hát na, akkor nézzétek meg, hogyha eddig nem tettétek meg. Beszélgessünk ezzel a pulikutya a jó asszonnyal. Hú, hát ott ég valami, és nem a mit tudjam én, a szénakazal, egy kocsi, mi történhetett, felidegesített a kocsid és tönkretetted? Azt hitted GTA 3, azt akartad lenni, hogy GTA 3 legyen, hogyha fejeteteire állítod a kocsit, akkor felrobbanjon, mi? Elviszel Sandy Shores-ba, ott van egy emberem, aki tud segíteni. Hát remélem nem állatorvos, de felülöm állatorvos is lehet. Na, majdnem szomszédok. Szálljon be, hölgyem! Ön egy hölgy, úgy veszem észre. Én pedig egy úr vagyok. Van egy rágógumi is, ha kell, mondjuk a, vagy mit tudjam, esetleg bele meglőtték, vagy valami a lyukba beletudjunk egy rágógumit. Kicsit kókadozik már a feje. Ez nem a napszúrástól van, szóval nagyon sietnünk kell. Mit hallgassunk? I'm free! Na, a nőmben mondja, hogy I'm egészséges. Mondd azt, hogy I am egészséges. I am egészséges, oh you hurt my heart. I am egészséges, oh tonight. Na és ugye, hát ez biztos valami illegális dologban vettek részt. Mert nem akarok kórházba menni, bár hát azért nem akarok kórházba menni, hogy a G5-be álltam $5000 kezelési költség, lehet nem, nincsen TB-nk és azért $5000, mert itt főszereplőknek. Hát de jó, Trevornak nincs TB-je, nem dolgozik. Franklin, nem tudom, ő is munkanélkülünk van, vagy micsoda? De Michael, az meg ilyen, ez a FIB, nem ezért a TB, hogy legyen TB-je, na mindegy.
Engem nem érdekel annyira. Ó, lakókocsi. Trevor is jól menni a lakókocsi. Össze... ilyen... össze... tömörítenénk ilyen... ilyen... izéket. Turistákat, vagy minden, és mindink. Mindink őket a kannibálista. A kannibalisz. Kannibál... milyen kannibisz? Milyen kannabisz? Mindink a kannibálhoz őket. A kannibálokhoz. Anything. Ahhoz képest, hogy mindjárt hal, meghal, mert minden, hogyha meg is állnánk, akkor meghal. Elég jól tud beszélni. Én már még így egészségesen sem nagyon, de hát van ez így. Van akinek a beszéd, van akinek a hülyeség. Szoktam mondani. Ága, honey. Jó, hamar újjá tették azokat a parabolákat. A múltkor lőttük még széjjel őket, Kratosszal. Na mindegy, megérkeztünk kaktuszékhoz. Ő az. Na, na, délelőtti borát megitt, aztán egy kicsit elszundított itten kora délben. Na, elvileg segítenek neki, és akkor őt azért volt érdemes felvenni, mert ő egy sofőr egyébként. Hát egyelőre úgy tűnik nem a legjobbik fajtából, de Taliana Martinez, hát nem magyar, de mostantól őt is, mint hogy a Pekit felvehessük, mint crew tag. Szóval igen. Na! És akkor most már mehetünk? Mehetünk Kratoshoz? Egyébként Maud megint egy újabb üzenetet küldött, hogy egy ilyen hobót kell nekünk így levadászni. De ezt egyelőre még hagyom. Hanem egyelőre én most ezt mondom, menjünk Kratoshoz. Hát de nincsen marker a picsába. Ott, mint hogyha valami gyanú árnyékában látnék. Hogyha nagyon menekülne, ellopták a táskámat. Na! Na, miért olyan értékes a táska? Tehát fila táska, vagy micsoda? Miért olyan értékes a táska? Ha? Vaj, gyere ide! Gyere ide, öcsém! Gyere ide! Mondom, gyere ide, öcsém! Gyere! Hú, most beleesett a pallagfűbe, szerintem örökké allergiás marad. Így van, kumbájá! 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 Gyere, ne, hogy szok fel? Amúgy is milyen póló? Milyen póló van rajta? Matróz? Kinek ez? Popeye? Mondom, legközebb hallgass már rám, jó van? Na, felvettük a pénzt, a táskát. Na, de hát ő a nem tudom, a táskának a tulajdonos a táskát akarja, nem a pénzt, szóval. Amúgy is Trevornak minden pennyre, centre szüksége van, szóval, hello. Mindegy, hát, figyelj. Mr. Phillips nem olyan ember, aki majd biztos oda fogja adni ingyen és bérmentve, vagy 80 dollárért bérmentve a táskát, szóval, hello. Na, és akkor úgy látom, látjátok, ott van Kratos. Egyébként. Csak valamiért nem tudom, a radar bohóckodik vele, nem mutatta a térképen, hogy ott van egy Kratosos kérdőjel. Vagy ezt nem is szokta a radaron. Én úgy emlékszem, hogy szokta. Na mindegy. De először. Először az ammunition. Ja, mondjuk ott már voltunk előző részben. Mondom, ezt 500 dollárt levásárolom már. Hogy aztán még kihívják a rendőrséget, aztán megtalálják azt a... mit tudjam én mondanám a tulajdonos, hogy egyik dollárom. A recskás, azt valami azt megtalálna ezt a pénzt nálam, a rendőrség recskás. Aztán ezért letartóztatnának minket. Hát mondjuk úgy Trevor is biztos rá szokott recskázni egy-kettő pénzkötegre, nem mindegy. Hú, esni fog az eső. Ez lehet nem lesz jó vadászat miatt. Ilyenkor lehet elbújnak a szarvasok, nem tudom. Egymás seggőjukában, nem tudom. Még a szarvasok biztos örülnek a esőnek, mert minden. Na gyere már ide. Vagy én menjek hallom. Fine and dandy, sir. De én így beszélnék, komolyan mondom, én még a sarki kisboltba se mernék elmenni. Na, a papa még ilyen hülye beszédre is megtanított téged, hogy micsoda? Egyébként most fog leesni az FPS, mert nagyon nagy a fű. Hallod, nem tudom, szerencsére jó beöltöztünk, képzeljétek el rövid nadrágba lenni. Hazafele már 30 barátunkkal mennénk. Kullancs 1, kullancs 2, kullancs 30. Na mindegy. Nem is ez volt a sniperem egyébként. Na mindegy, ez kicsit zavar. Most egy kis természetóra. Kratos tanár úrral. Kratos tanár úr, aztán van-e már nője? És adon nekünk egy ilyen füttyentős valamit. Amivel, hogyha fütyülünk, akkor... AA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 
Bazd meg! A szívvarrus rámoszt ez a dög! Hát mi a fisa volt? Miért nem Kratos támadt? Ő volt jobb oldalt. Nem, mert elbüdös. Hú, mondjuk Trevor is büdös. Kurva. Melyik volt az? Fú, azt a hülye fegyét. A fejét. Gyerünk. Aha, arra van az őzike. Nem, itt szarvas. Csak ugye a fontos, hogy csak a hímeket, a szarvasokat lőjük le, az őzikéket nem. Ide, szarvas! Na. Egyébként azt hiszem, így az állatoknál a headshot az annyira nem bar, az annyira nem kemény. Jaj, azt hittem ez izé, Assassin's Creed 3, komolyan meg Far Cry 3, meg akartam nyúzni. Szerintem itt inkább ilyen a szív, ne lehet, a Kratos megeszi a szarvas szívét is. Nem tudom, mit te melyik ér több pontot. Egyébként ez azért számít, mert majd lesz egy ilyen mellékörös, amit megmutatok, hogy lehet vadászni. És akkor most lehet fütyülni, ugye? A G betűvel. Ó, milyen szép fütyülős hangunk van, fütyülős pályunk. Olyan, mint a slagolna, nem kudjodna. Ah, már látom, már látom. Jó, most a seggébe lőjünk. Bro, mi nem szabadott volna? Oké, okay, follow me. Azt a kibaszott párducot kellene már levadászni, ami elő megölt. Meg egy pár, egy-kettő nézőm, mert ezt megsüketítette, azért mert olyan hangosat kiáltotta. És a radaron amúgy lehet így látni, hogy körülbelül hol lehet az a gerinctelen állat. Mondjuk akkor az csiga lenne. Na mindegy. Egyik milyen, ez is milyen baró már, hogy ilyen is van a G5-ben. Nagyon sok minden van a G5-ben. Baró. Na, ő nem szabad. A fémileket nem szabad öldösni. Ez sorozatgyilkosoknak is mondom. Nem szabad a fémileket öldösni. Hanem, jó, pipacs virága. Hanem, csak is szarvasra kell menni. Jó, én adok még egy füttyentést. Egy ilyen postás vagyok az erdőben. De az nem jó. Itt elvileg lenni kéne egy szarvasnak is akkor. Nincs senki. Na. A következőt már Kratos tanár úr nélkül csináljuk. Hát tisztán, mint a Harry Potter 3, amikor Hagrid bemutatta nekünk a griffmadár, ha mindent ezt a tiltott rengetegbe járkálgatunk mosta. Hát tudjátok, hogyha nagyon gyorsan futtok, mert minden, nem a lány után, akkor könnyen megüthetitek a bokátokat. Még a szél irányt is figyelembe kell venni. Mondom, ez vadászszimulátor egyébként. Azt hiszem látom. Azt hiszem látom. Ja, nem, az csak egy fa. Egyébként én nagyjából egy radar alapján tájékozódom. Hát... Most egy kicsit bajban vagyok. Beszarultam a ganjába. Vagy a ninjába. Vagy a izébe, banjába. A jinjába, na. Nem látom, ti látjátok? Szerintem ott lesz. A fa mögött. Ott. Nem az. Ott ezt a Daryl Dixon vagyok. Ja, szerintem túlmentem. Az abban ilyenkor le kell menni minden love grafikára. Már nagy a dudva, nem látok semmi. Most kéne, hogy ilyen Trevor szárnyakat kapjon! Ott van! Ugye, ő nem lány. Nem lány! Ennyi. Ja igen, és le kell fotózni. Hát igen, a 21. században már fotózgatni kell. Ezt annyira nem bírom amúgy, hogy... és lelőjük csóra állatot, most csak azért, mert lefotózom, meg ilyesmi. Legalább akkor tényleg a húsát, mert minden... Kratos! Hát gyere meg ide, nézd meg maga a telefonomon, vagy itt te. Most komolyan mondom. Minek kell ezt elküldeni? Ez is, ez díjmen, ez díj, nem díjmentes. Ezt annyira nem bírom. Lőjék le az állatot.
De akkor legalább már csináljam már valamit vele. Az ön lelőnék engem, hogy lefotóznának. De már megennének, az már más. Na, és akkor misszió, ne? Passzedocska. Na mire? Elmenni egy izéhez? Egy orvoshoz, aki... Vagy egy pedig... Egy izéhez, egy logopédushoz? Jaj! Jaj! Mit mondani kell erre a trágyaságra? Hülyeség. Na jó van, dugulj már. Már megölek a Jason. Na. Így van. Hát ez csak ezüst, kit érdekel. Na, mostantól, ugye, van ott egy kis ilyen... kis állatka. Ilyen Bambika. Itt forgassák a Bambi legújabb részét. Lehet menni vadászni. De az a baj, ez körülbelül este 5-ig tart, mert alszanak az állatok, és már este 4 óra van. Vagy délután 4, bocsánat. Szóval én azt mondom, alszok egyet. Aztán megyünk tovább a vadászatra. Joystick, baby! Pururu, tiriri, aradururu, joystick, baby! Pam 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 pam. Azaz, már csak 49 kell az 50-ből. Na. Egyébként azért kapcsoltam újra felvétlenül, azt hiszem, itt valahol van egy kaktusz. Nem tudom, ettünk már mi kaktuszt? Ah, már mi a picsa? Ah, már micsoda. Hej, hó. Hoppá, hoppá. Na. Mi folyik itt? Erre, amerre még a madár se jár. Ó, az apa meg, apám meg fog ölni, apám meg fog ölni. Elvetted a szüzességemet. Várjál, mi van itt te? Itt feljel megyünk, vadászunk, ugye? Kletusz tanár, mestertő, tanultuk. Hoppá, csóroljál meg akarják ölni, csóroljál meg akarják ölni. Micsoda dolog ez? Jaj, uram, bocsásom meg. Jézus Károl, szóljon ne dal. Nőd még állóképesség is nőd, hoppá. Deep match. Mi ez? Csóroljál, meg akarják ölni. Hát mondta a Cletus is, hogy no female Trevor. Még el akarták ásni élve. Hát milyen dolog ez? Ások a panacsharang. Itt csak ásó volt, úgy veszem észre. Persze, persze, a lakókocsimba. Ronnal egy hármasba eljátszadozunk. Ez azért ez durva, nem? De az még durvább, hogy még el is lehet lépni. A kannibálista terep, terephez, vagy milyen a picsához. A bolondokhoz. De egyébként, ezt el kell mondanom, hogy ő nagyon sokat, hát nem az, hogy sokat, azt hiszem 8000 dollár, de az elég sok. Mivel körülbelül 99 ezerünk van. Ha elviszik a helyre, 8000 dollárt ad. De hát, nem minden a pénz. Tesszük, nem minden a pénz. Érted? Én azt mondom, hogy ilyen még úgy, hogy csináltam, tudom, hülyeség, mert minden. Hogy most elviszik oda, amikor 8000 dollár. De figyelj! Tudod, milyen köcsökség? Nem? Gétonod egy köcsög. Mondd ki utánom. Csóra azt hiszi, hogy megmenekül attól, hogy élve elássák. Közben olyan dolog fog történni vele az elkövetkező órákban, hogy mindent megadna azért, hogy ott elássák volna inkább élve. Sony. Na, nem hallottam Sonyról. Ismertem egy Sonyt. Gambetti család. A, ezért, jobb keze volt Don Gravellinek. Hallottam Don Gravelliről, persze. Hát a Nico Bellic lennék még, ismertem is volna. Ugye, 2008-ban halt meg Liberty City-ben egy kórházban. Ő is segített abban, hogy Nico Bellic megtalálja Darko Breviket, ugye. A osztaga gyilkosát, a baráti gyilkosát.
want to get back at Sonny Patino. Could be something he's trying to run from the inside or someone else he squealed on. Mekkora köcsög vagyok. Jaj! Mekkora köcsög vagyok amúgy. Ú, de szép autómentő, mennyi már az autómentővel? Remélem ez azért nem baj. Figyeljetek! Írjátok a kommentbe, szerintetek mit fognak csinálni a kannibál barátaink ezzel a nővel. Hová mész? Hová mész, kicsi fiú? Remélem azért ez nem baj. Jaj, jaj. Na. Figyeljetek, csak azért csinálom, hát ha üldöznek minket. Ez ilyen szomjas autómentő lehetett, mert itt a kávé. Mi a neved? Trevor Phillips. Hallod, személyigazó ment, kérni fogsz, hogy... Jó Istenem! A fatelep. Itt vagyunk a fatelepnél. Találkozunk 5 órakor. Hát nem a szökőkútnál, hanem a fatelepnél. És tényleg, lehet 5 óra van. Így van, hát 5:30-kor elkéstem. Mit hallgassunk? Szoktál hallgatni rockot, kislányom? Ez a mafiózó családnak a egyik lányom. Majd mafiózó család nagy fejesének egyik lánya egyébként. Nehogy utána a végén még itten elkapjanak még a Trevor emiatt. Na mindegy, Trevor! Csorolyány! Hát szerintem amúgy mit fognak csinálni velem? Figyelj, hát... Lefejezik és a fejét Ádára tűzik, talán. De ez már nem a mi problémák. Na figyelj, lehet, hogy utána visszamenne, nem tudom, Liberty City-be elütni a gyors troli, vagy nem tudom, a BKV. Mondjuk Liberty City-be kevés BKV járta. Szóval inkább most segítsünk rajta. Erre kell menni? Hogyne, hogyne! Tudod, milyen szép ez a hely, főleg egy naplementekor. Megnéz a naplementét, megpuszik egymást, aztán még ki is nyallak. Na, nem, de most komolyan. Bazd meg. Ne, ne! Jaj, otocska, otosmentő. Az otosmentőnek szüksége van egy kis segítségre. Ó, picsába! Elbasztam. De, hová mész? De jössz te is, ugye? Gyere! Mert hallod, itt nem tudom, hogy megyünk innen vissza valahova. Ezt jó elmondtam. Gyere te is! Úgy mész, mint aki már három napja egyfolytában kukoricát tör. Hívunk egy taxit. Mindenre van megoldás. Már mindjárt mondja, sajnálom, sajnálom, mindegyiknek sérfe van, mindegyik taxisofőr. Majd hívjuk mentőt. Na, mindjárt jön a taxi. Kis barátném. Hoppá, picsán lőttek. Ó, egyen meg a szívét. Akkor mi mondom? Nem a keblét, a szívét. Akkor a szívére nézem, most nem a keblére. Mit kitől kaptad azt a szívet, azt a amulett szívet. Na várjál, szállják kifele! Nem befele! Te szállják kifele! Na, vége még. Téged is. No migráció, mert minden, ennyi. Ez az ország nem a te országon. Jó, ezért remélem nem ijedt meg. Na, hát mondjuk a mafiózó családban növünk fel. Na, nem is zsenem, meg beszorok. Mafiózó családban növünk fel, nem igen ijedünk meg ilyesmitől. Give it to me, baby! Tü-tü-tü-tü! Ah-ha-ha! Tü-tü-tü-tü! Give it to me, baby! Tü-tü-tü-tü! Oh, yeah! Give it to me, baby! Ugye előző végigjátszásban ezt Michael-lel csináltam meg ezt a mission-t. De hát, van ilyen most, hogy nem Michael-lel, meg nem éri túl a jány. Ó, nézd meg a naplementét. Az utolsó naplemente életedben. Nyugi van, csak sok férfi ember először megerőszakol 30-szor 50 liter és sperma. Na mindegy. Nem számít. Na viszont akkor most már tényleg mehetünk menteni. Kivicumi babe, most már nem kaktuszunk. A sötétség időszaka. Már nincs sötétség időszaka. Hoppá, hoppá, állj. Állj, állj, állj. Hát mi folyik ott? Mi van ottan, kérem? Piros pontok. Mi ez? Na. Hát nézzük már meg közelebbről. Ott fekszik valaki.
Medve csapda? Talán. Ott egy pénzes láda. Mint meg egy köcsög láda, szemét láda. Come on, a case, ez Kínába jött szerintem. Akkor lehet, hogy ilyen harisnya meg ilyen combfixek vannak? Harisnya fix, meg minden a táskában? Nem, hanem 25 ezer dollár. Ennyit nem tudom kinek a jányáról. Elég nekünk az a kis 25 ezer dollár is. Egyébként, de még kutyát is öltek. A kurva, amikor. Szegény. Hát ez hasonlított a csopra. Jó, mondjuk ön még nem ismerjük. Na várjál csak. Hoppá. Szépen. Várjál már, lehet triggerelem ezt az egészet. Gyorsan bemegy a lakókocsiba. Hát újra előjön ez a random event. Olyan tízesek leszünk. Várjátok. Várjátok, gyorsan. Ennyi. Ennyi. Na erre kíváncsi leszek, hogy később összejönne ez a random event. Na és akkor induljon a vadászat. Ezt szerintem az előző végigjátszásban nem mutattam meg. Valamiért azt mondtam, hogy nem kell ezt bemutatni. Nagyon vigyázni kell a... ezekre a köcsögökre. Mármint most a izékről beszélek, a párducokról. A pumákról, nem tudom még, most se tudom mi az. Egy-kettőt levadászunk. Aztán ezt a fényképet el kell küldünk Kratosnak. De most nem fogok így, hogy is mondjam, vadász pontossággal közlekedni. Figyelj! Futkározunk össze-vissza, egyet csak lelövünk. Ez is... Ott mozog valami, piros ponttal van jelöl, nagy piros pont. Ott mozog valami. Nem a szarvasról van szó. De? Hát akkor az mi? Ott is mozgott valami. Még ilyen radarja is van. De nem ér. Mi ez? Gyorsan szelfizünk egyet a halott tetemmel. Ezt mindig ki kell keresni Kratos, tehát komolyan mondom, hogy jó, hogy Trevornak ilyen kevés névből álló telefonja van. Csak 50 dollár! Csak 50 dollár! Hagyjál már béké! Nem szabad belelőni nem tudom micsodájába. Mert mi volt ott a vesélye? A szarvasnak, hogy mi? Egyébként lehet ilyen kis nyuszikat is levadászni, de nyuszikat nem bántsuk. Lehet kutyákra is. Nem tudom most mit ír Kratos, hanem Ladies. Mi van Ladies? Hear me tonight. Menjünk le szerintem a folyóparthoz. Azt szerintem ott biztos itt okáznak ilyen helyi kocsma. Aha! Helyi kocsma. Hallottátok? Valami dünnyögött a háttérben. Itt van a kurva párduc. Hogy van? Még egyszer nem ölsz meg? Várj, szerintem jobbról fog támadni. Nem? Nem bántjuk? Jó, szerintem lemenjünk a zsákmányért. Itt hogy menjek le? Jaj! Hát nem így! Jaj, kapaszkodjunk már meg, na, gravitáció. Halat is lehet fogni? Már! Jaj, Isten, miért vissza zár? Ó, itt döglött meg! Az kicsit közel van, nem? Hát lassan már a szemgödrébe belemegy. Elküldök Kratosnak. És Kratos embert is ölhetek? Vagy az nem nagyon... Az nem nagyon jó. Jó, már kitérlek, hogy te milyen hangulatban vagy, na. Hey! Barátod volt? Megölted a barátomat, gazember! És most megölök téged is. Az másfajta. Ez afrikai hipopotamus. Igen. Na azért már 75 dollár jár. Na, a nyakra kell menni egyébként. Azt mondja Kratos. Jó, beszállunk ebbe a kocsiba. Biztos Jézus Krisztus hagyta ránk. Jó.
Jó, hogy vissza kéne menni az erdőbe. Itt mi van? Itt nincs sok minden. Carry where far sun is my heart, is to be my heart. Jó, megijedt a szarvas. Hát jó, ha megijedt. Na, én is megijedtem, ugye meghalok, ütközök. Ott fut. Nem baj, van még itten vacsorára, való? Vacsi, vacsi, vacsora. Tudod, egy pár utc. Nem látom amúgy, hol van a dudvába. Gyere elő, bátyus! Bátyus! Mondjuk, hogyha ma macska lett volna, akkor megölt volna. Ma akkor nem élnék. Hey, mister! Oh, hey, mister! Még megijedt. Ha, hogy ijedt meg? Na jó van, szerintem nagyjából ennyi lett volna a rész. Én azt mondom, meg a vadászás, vadászat. Hát de elő meg azt mondta a nyak, a jó. Hú, Isten, a nyakat akart, Kratos. Jó, azt nem szabad volna úgy bántani, mert ő nő. Itt, amúgy itt szoktak erdőben ilyen kocsival. Így szoktak vadászni, amúgy én legközelebb tankkal jövök. Ágyújával mindig elő. Én nem tudom, én megint megállok szerintem. Nem napozik egy-kettő cica? Maybe. Baby, oh, baby, no. Szerintem nyúl lesz valahol. Tűrű, papa. Na, direkt nem lőttem le. Csak mondom, egy kicsit hagyhabja a szívinfarktust. Na, szerintem akkor itt a rész vége. Jövök a legközelebbivel, addig is tiszteljétek a videóságában, munkásságomat, hogyha egy lájkkal, illetve iratkozz fel, csengő, csinglingling, száncsengő, ugye csengőre rámész, akkor mindig kapsz értesítést, live-okról is elvileg kéne, és jövök legközelebb, sziasztok!